napot kívánok mindenkinek. Szokásos, nagyjából szokásos idő. Jó 3:45-12. Mire elindulunk, mindig elmegy az idő. Nem baj, annál jobban szokott sikerülni a nap, mint ahogy elmúlt túrák is jó sikerültek. Most annyi az egész céltalanul indulunk el, valahova felvidékre, egyelőre a nagy kürtös irányába. Pedig bánhatkor fel voltam. A Pöstény átkelőné, Széchenyné megyünk át, és akkor ott balra tartunk, majd jobbra, majd megint jobbra, és akkor valahol majd visszajövünk, valahol Losonc környékén, vagy nem tudom, visszaérkezünk Magyarországra. Illetve ide Salgótarjánhoz lenullázom a kilométert. Igen, és akkor meglátjuk, hogy mennyi lesz a végeredmény. Tankoltam a motort, 645 forintért adnak egy liter benzint, szinte ingyen van, nagyon jó, nagyon örvendetes. Úgyhogy melyik a gumicukor. Tankolok. Úgyhogy meglátjuk. Ha lesz ebből, készül ebből videó, akkor azt fogjátok látni. Ha nem, akkor nem. Úgyhogy ennyi. Na, gyerünk, hajrá! Ja, azt elfelejtettem mondani, 2003, most már szeptember van, nem mondtam. 09, 0, 1 vagy 2 van. Másodika van, szombat. Most mondom. Na. Ezek a születik, bár mondjuk születi még nem lehet. Felvetted a folklór? Hogy visszamegyünk, megnézzük már itt ezt a rárós pusztát, hogy ott mi van az ikajban. Mi? Mi van ott? Aha, hogy voltak ott azok a sátrak, tudod, meg ilyen izék. Milyen sátra? Ott lent, ott van ilyen pihenőpark vagy mit. Ja, nem lehet.
hogy sáprazni lehet. Jó, hogy most menjünk le gyalog oda? Aha. Hát szép lassan haladunk itt az Ipoly völgyében, az Ipoly mellett. Ezen gyalázatos ócska, hát nem is nevezném ezt útnak, hanem inkább ilyen tódozott ösvénynek. Ilyen 40-nel lehet nagyjából haladni. Ráros pusztánál vagyunk. Megállunk egy kicsit, megnézzük, hogy mi van itt bent. Itt én úgy tudom, hogy itt van egy ilyen pihenő parkszerű valami. Len sátrakat is láttam. Megmutatjuk, hogy esetleg aki erre jár, az tervezhet vele, hogyha itt, mit tudom én, lehet sátrazni, vagy valami. És akkor van itt egy tájékoztató tábla. Nógrád megye legészakibb települése Ipoly-Tarnóc. A barokkos stílusú borikúria 19. század elején épült. A község kúriai között ez a legnagyobb és legérdekesebb. Szájhagyomány szerint az épület pincéjéből, egy alagút vezet a szomszédos szlovák köztársaságbeli Gácsvárához. Na, hát ez tuti nem igaz. Ipoly-Tarnóc községtől 2 kilométerre található a 20-24 millió éves páratlan lelet együttes rejtő Ipoly-Tarnóci természetvédelmi terület. Igen. Kapcsolódik. 900-ben kövessük. Számos kiemelkedő tehetségű munkásságú tudós, kutató, geológus tevékenység kapcsolódik ehhez a területhez. Kubinyi Ferenc 1838-ban bukkadt az első leletre, a már említett kőlócára. Ő készítette az első tudományos leírást is. Na, bekukkantunk ide akkor, hogy azt tudom, hogy itt följebb van egy balra el kell menni, ott van egy ilyen, hát régen úttörő tábor volt, most ilyen pihenő ifjúsági tábor szerintem, és lehet, hogy az talán működik is. Igazság szerint egy röpke kis videó azért lehet, hogy fog születni ebből a kis túrácskából is, az, hogy a két kis kamerát nem hoztam, ami a motorra van rögzítve. Hát tényleg csak úgy elindultunk, de azért ugye ezt a kamerát ezt bedobtam. Úgyhogy nézzünk, mi van itt. Elektáró. Azt tudom, hogy volt itt kialakítva színpad is, meg itt megy ez a vasút, amit most bezárnak, vagy már bezártak, amit kimosott a özönvízszerű, hogy hívják, Ipoly-Tarnóc felé megy ez. Úgyhogy halálra ítélték. Kész, és akkor mi ez itt? Litke. Litke. Kikötőpont. Szabadidő. Rárosi Szabadidő Park. Kikötőpont. Nem tudom, mi lehet ez a kikötőpont, tehát az Ipoly az nem hajózható. Litke község, közigazgatási terület, Szabadidő Park, a falutól 4 kilométerre, Ipoly és a Dobroda patak összefolyásánál terül el. Egészséges, jó levegőjű, szép természeti környezetben. Közművesített területen villany, vezetékes ivóvíz, tisztálkodásra alkalmas vizes blokk, na, 6 személy részére szállást biztosító faház, kiépített tűzrakóhely, asztalok, padok találhatóak, ideális hely pihenni, kikapcsolódni vágyó kirándulóknak, táborozáshoz, sátorozáshoz is adottak a lehetőségek, ugyancsak alkalmas erre a terület sport és szabadidős rendezvények megtartására is. Na hát az nagyon jó, azért mondtam, hogy meg elmegyünk itt számtalanszor, és még egyszer se álltam meg, úgyhogy most akkor. Tehát itt tulajdonképpen ebben a pihenő parkban itt meg lehet szállni adott esetben. Úgyhogy krétabánya, krétás gödör, mint az elnök mutatja, ezen a területen egy krétaszerű anyag található, ami fehér színű kovaföld. Ha, érdekes. Na hát, akkor ezt is megnéztük.
ezt a táblát. Benézzünk ide ebbe a... Ja, hát, mert az életük része. Jó, én is megnézem. Na, tehát ez így néz ez itt ki. Belülről itt vannak most is sátrak. Ott meg ott, oda. Aha, igen, hát igaza van Ájkának, itt van ez a idióta zene. Úgyhogy... Aha. Hát, hiába nem tudunk oda menni, amíg szól a zene, mert ott a videóban úgyis ott lesz, akkor azt ki kell válni. Ja, ez akkor na, tessék, mondom. De valakinek ez létszükség. Egy közkút is van, meg jó nagy burnya. Azért, vagy jó, na, jó. Ez nem is híd. Nem, ez valami szabadtéri színpad volt jó. Szerintem. De, hát igen, hát lehetne füvet nyírni, vagy legalábbis gazt. Igen, ez itt jó kis pihenőpark lehetett régen. Régen. Igen, mint ahogy minden régen, aztán tönkre megy enyészeté lesz. Mikor még benne volt. Igen, ez is egy ilyen jó kis színpad lehetett. De jó nagy csalán van, meg gaz, derékigérő. És akkor lehet, hogy ezt a faházat mondták, hogy ezt ki lehet itt venni. Vagy oda ki volt írva, hogy lehet itt sátorozni, mert ott feljebb van egy vizes blokk. Meg itt van egy ilyen kis faház. Úgy látom, itt is vannak most. Hát de biztos ki lehet, bár nem tudom, mert az ajtó az rácsa, az be van zárva. Azért lehet, azért vannak a sátrak ott, mert nem lehet. Aha, hát érdekes. Hát akkor meg mi a picsára van itt ez a ház, ha nem adják? Ki tudja. Mondjuk biztos itt van annyi szúnyog aztán este, hogy itt lehet megbolondulni. Nézd, csak arra felfelé is van valami. Megnézzük. Hát, aha, lehet. Mindegy, megnézzük. Mi? Ez hátra fel, nyitva van. Nem biztos. Ki van nyitva az ajtó, innen látom. Igen? Hát tényleg. Ja, aha. Akkor mégiscsak ki lehet venni. Szép környezetben lenne itt ezekkel a szép nagyon. Fákkal, meg mindennel. Menj, nyugalom. Emlékeztem, én valamikor fiatal koromban voltam itt, akkor nagyon szép volt minden, amit kialakítva, tényleg gondozva, ápol. Volt, amit szerintem valami egész, de már nem tudom, hogy miért, de voltam itt benne a park, ilyen őparkban, és azért emlékeztem. Hát az óriási, az biztos. Hú. Az tényleg, mind a kettő. Úristen, ez körülbelül olyan lehet, ez nagyságra, mint a másik, tudod? Aha. Ami kidől, de nézd már. Hát az kisebb, jóval ágik az attól, de az biztos, hogy ez is egy hatalmas öreg fa. Hát ez is biztos, hogy igen. Az éve. Attól sokkal több. Szerintem... Hú, ez is hatalmas. Igen, vagy a fa mellett. Igen, és az ott, annak ott különben még vastagabb a törzse. De nagyobb. Annak. Aha, világít a... Igen. És akkor itt lenne egy kis vizes blokkszerű valami. Mondjuk... Elméletileg még működhet is. Bekukkantunk. Hát igen. Visszarepít az időbe, és jön a víz, jön a víz. Ez is, hát, végül is a célnak megfelel. Vannak ott, nem akarok oda menni zavarkodni a házhoz, hogy legyenek az ott pihenők. Úgyhogy, na így néz ez ki. Így néz ez ki. Mondjuk, igen, amikor karba tartották, akkor volt szép. Igen, az gyönyörű, az hatalmas az a fa. Az biztos. Hát, de majd innen megpróbálok csinálni fotót. Igen, azért mondtam, hogy ez van. Valahogy biztos kiadják akkor, de ide. Nyitva van. Nyitva van, csak nem akarok oda menni zavarkodni, mert ott sátoroznak.
Hogyha a ház itt van, azt abban lehet aludni, akkor hát mondjuk lehet, hogy a sátor az jobban tetszik emberkéknek. Úgyhogy csinálok itt még fotót. Igen, van ott kialakítva, úgy láttam, nyársalóhely is asztallal, meg hozzátartozó paddal. És akkor tulajdonképpen az ipoly az itt folyik mindjárt, itt a fák után, ott folyik az ipoly, valahol biztos le is lehet menni oda. Igen, az emlékeztem, mondom, hogy volt itt ilyen színpad, meg székekkel, itt van. Lehet, hogy meg... itt volt is valami rendezvény. Aha, az tuti, hogy valami voltam itt, lassan szerintem, hogy 40 éve, vagy nem tudom mikor, 35. Aha, hát igen, hangulatos lenne nagyon, hogyha úgy... Tényleg a fű fúra. Nézzük meg, hogy akkor mi van most a fúra. Aha, megnézzük. Elveszed a zenét. Ja. A vizes blokk az működött. Ott is az is egy hatalmas fa. Ott van még egy öreg, nagyon öreg, ilyen valami kocsányos, vagy kocsánytalan tölgy. Hát igen, mondjuk annyi gond lehet itt azért, hogy nagyon, nagyon rengeteg sok szúnyog lehet itt este, ha a nap elmegy. Há, itt vannak ilyen padok kialakítva. Ha magunkkal hozott kaját, még meg is ehetnénk, csak még nagyon közel vagyunk a kiinduló ponttól. Aha. Hát akkor még lehet egy kis ilyen csapatösszetartó kis rendezvényhelyszín is ez itt, vagy ilyen pihenőpark, tényleg, ahogy írtál. Hát a motorosoknak, igen. Akár motorosoknak is, igen. Vagy ott nézzük meg az épületet? Aha. Tessék? Vagy ott nézzük meg az épületet? Nem tudom, itt is van egy ilyen vizes blokk, úgy látom. Valami beállóhely. Ha meg ott lenn is van egy vizes blokk. De mindegy, itt nem lehet, hogy hát csak nem akarok zavarkodni itt. De nem baj, most itt arra elsétálni, ha a csapatnak itt bezavarunk. Nem tudják elképzelni, minek járkálunk itt. Csak megnézzük, hogy mi ez a park. Ki lehet ez bérelni? Így néz ki ez. Jó napot! Ilyen ereszdel a hajam parti, úgy látom. Itt van áram mindenhol. Aha, ilyen konyharész, ütővel. Hát igen, végül is. Valószínű, ki lehet bérelni, igen, és akkor itt. Aha, hát igen, így ne, ennyi nagyjából ez a... Ez a pihenőpark és az a rárós. Szabadidőpark. Ami ugye Litke községhez tartozik, ahogy olvastam itt a táblán. És akkor végül is a célnak megfelel, mert erre, ha valakinek úgy hozza az élet hirtelen, akkor lehet itt sátorozni. Még talán azt a kis faházat, amit láttunk az előbb, azt ki is lehet bérelni, venni. Úgy néz ki. És akkor az ipoly pedig az ott folyik, ahol a bokros rész van. Nem látok oda lejárót, mert egyébként megnézzük, hogy le lehet-e menni az ipoly partra. Hát szerintem nagyon nagyobb. Igen, ott talán ott lehet ott esetleg. De lényeg az, hogy ott folyik az ipoly. Na, akkor ennyi. Ezt is megmutattuk. Nekem kicsi csalódás volt, mert mondom, jártam itt nagyon-nagyon régen, és ilyen halvány emlékképem szerint ez tényleg egy szuper hely volt. Szuper jó karbatartva.
arra csinálok itt is fotót. És hát gondolom azért nagyon nagy dolog volt az, hogy itt vasúton megközelíthető ez a rész. Ugye itt ment a vasút, ezt, ahogy mondtam, ezt úgy tudom, most zárják be éppen, vagy zárták be. Mint ahogy nagyon sok vasutat ilyen sorsra itt éltek. Úgyhogy ahelyett, hogy fejlesztették volna itt tényleg a határon átnyúló meg a turizmust itt is dolgokkal, hát de ez, hogy tényleg egy kooperációval vasutat felfejleszteni úgy. Meg itt meghagyni ezt, hogy még jobb legyen ez a dolog. Igen, hát itt minden lehetős. Mert egyébként mondom, hogy itt följebb majd lelassítok ott, Tájka megmutatja a kamerával, hogy ott van az ifjúsági tábor, ami régen úttörő tábor volt szerintem. Abba is voltam régen. És Albánya nem emlékszem, arra is kis ilyen kis házak vannak. Elég nagy területen egyébként fenn az erdőbe. Úgyhogy csinálok még itt is fotót. Ezek nagyon jó. Fantasztikusak. Tényleg. Le a kalappal. Igen. No comment. No comment. Ez az ipó itt jobbra? Hát igen, jobbra, vasúton túl. Mert itt is van valami, itt. Vasúton. Nem, ez csak egy kis ilyen kis... Nem, igen. Ja. Na, itt mondom, hogy itt van a busz megálló, a Rárós puszta, víztározó, és akkor itt balra, itt van a tábor, iskola puszta. Itt van egy fönn, van ez az ifjúsági tábor, legalábbis régebben. Lefosott a madár szerintem. Ilyen hétvégi ház a sövezet. Sok hétvégi ház van. Nagyon sok vikend ház van itt, igen. De ez itt nagyon szép ez a környék, meg nagyon nyugodt, csendes. Van amelyik szebb, van amelyik még szebb, van amelyik nagyon egyszerű. De azért elfogadnék én is itt egy házat. Nem lehet rossz itt visszavonulni. Biztos, hogy... Azért nézzük, milyen szép igék is vannak. Igen. Ide az erdő közepébe. Jó, de jó, az is ott. Ez itt jó. Nyugi. Ez itt nyugi hely. Nyugi hely. Ott is végig. Végig vikendházak. Bográcsozni, nyersalni, napozni, élvezni a természetet, a csöndességet. Rárós puszta. Lehet, hogy még akkor most néha megy a vonat, mert még itt a batter. Aha, addig megy a vonat. Addig biztos megy a vonat. Akkor itt van ugye a Madács híd, amit ahol át szoktunk menni. Igen. Rárósnál. Most viszont tovább megyünk.
a palóckanyon, tudod? Ott a Párizs Föld, itt voltunk a... Palóz Grand Canyon. Kell föl. Palóz Grand Canyon. Kell föl. Igen. Zipolya határ. Igaz? Hát igen, a másik oldalon felvidék van. Felvidék, igen. Isten hozta. Nógrád, Szakál községbe. Szép ez a kis város. Jó régi lehet. Régi boly. Megnézzük ajkát a pihenőt. Vagyunk Ipolykér után. Egy kisebb alsóbrendű úton jövünk. Megnézzük ezt a pihenőhelyet. Nem tudom, hol van itt árnyék száj, le majd valahol megállok. Na hát, ahogy mondtam, mikor megálltunk az előbb, hogy jövünk ezen az alsóbrendű úton, majd megnézem, hogy hanyas. Ipolykér után vagyunk, onnan jöttünk. És itt az út mellett megláttam egy ilyen szép kis ilyen pihenő parkszerű valamit. Megállunk, megnézzük. Úgyhogy ez a nap ez egyébként ez ilyen lesz, erről szól. Tehát megnéztem egy útvonalat nagyjából, és akkor arra Sósári források. Ja, értem, a Sósári források az a hely neve. Sósár. De legalább van magyar nyelvű. Igen, hál' Istennek. Szóval, tisztelt látogató, örülünk, hogy eljöttél a régi Sósár fürdőbe, hogy itt a csodálatos helyen természetben jól érezd magad.
De feledd a természetvédelem, a te szereteted és kötelességed, helyes. Nem igen. Nem iszunk, vagy nem iszunk? Hát még én nem vagyok éhes. Hát... Nem vagy szomjas? Majd iszunk, akkor ha visszajön. Hát meg lehet, hogy van itt forrás, majd hát ki is volt források, tudod. Aha. Várjál, idehozok egy flakont. Még? Nem, de mindjárt. Köszöntök mindenkit 2024 4. hó 7-én, vasárnapi nap, egy kis céltalan túrázás. Igazából Ájkával indultunk el, de Zsolti barátomékkal kiegészülünk valószínűleg perceken belül. Itt megálltunk illetve itt beszéltük meg Zséj előtt a Sósári Források nevű helyünkön, amit Ájkával nagyon szeretünk. Úgyhogy ebből a videó, egy videó részlet, ezt a videó részletet bevágom majd abba a videóba, amit tavaly itt készítettünk. Úgyhogy ez csak ennyi lesz itt. Egyrészt tulajdonképpen azzal a céllal, hogy az első matricánkat az első matricánkat ide fogjuk ki ragasztani, úgyhogy ünnepélyes keretek között igen, ünnepélyes keretek között itt a Sósárnál ragasztottuk. És még annyit, hogy nagyon-nagyon alkalmas ez a hely egyébként kisebb találkozókra is, úgyhogy... Hát ez benne lesz a videóban, amit akkor készítettünk, úgyhogy itt kinézek rögtön egy... Nézd már kisgyerek, mert ott motorozik, mit Ádira folytatok, az elég motorozott. És... Ádi, mikor motorozott kicsinek, emlékszel a kis törpekék motoron? Aha. És arra is gondoltunk, hogy valamikor tavasszal, vagy esetleg a nyár folyamán meglátjuk, egy közös nyársalást gondoltunk itt ki. Az egyszerű motorosok baráti körében. Így van, egyszerű motorosok nevében igazából, baráti kör. És hogy akinek van kedve és nincs nagy túl nagy távolságra ez a hely, a lakóhelyétől, akkor itt egy közös nyársalást össze tudnánk hozni. Meglátjuk, hogy melyik hétvége, majd valamelyiket kinézzük, és akkor a csoportba ki fogom írni. Meg majd egyeztetek, itt van ennek egy kezelője, ennek a kis parkosított résznek, egy ilyen baráti kör, akik ezt kezelik, és akkor megpróbálom velük ezt egyeztetni. Úgyhogy, és várjuk Zsolti barátomékat akkor. Tehát egy-két gondolatot még megosztanék, mert időközben létrehoztam a YouTube-on egy támogatói oldal, nem is tudom mi pontosan ennek a neve. YouTube hívta fel a figyelmem erre, hogy erre lehetőségem van. Pontosan nem tudom, mit jelent, de megtettem, tehát elkészítettem, megválaszoltam azokat a kérdéseket, amiket kellett, és elindult ez a támogatói oldal, amit megmondom őszintén, pontosan nem tudok, hogy mit jelent, de mivel elkészült ez a logóm, és használjuk is majd a pólóinkon ezeket, meg minden egyéb... Közben milyen szép nekem a piros? Igen, Ájkának ilyen piros alapon van egy egyszerű figura. Igen. Így néz ki. És elől is. Ez is nagyon szép. Igen, elől is. Gumicukorra. Igen, úgy. Tehát, és felhívta YouTube a figyelmem, hogy érdemes ilyen kis videót készíteni arról, hogy van ez a támogatói oldal. Úgyhogy most ezt megteszem, tehát van egy ilyen támogatói oldal. Az egyik, a másik pedig, amit akarok mondani, a
egyszerű motorosok baráti kör Facebook csoporttal kapcsolatban, hogy ezt múltkor felhívtam figyelmet, hogy igazából ez egy zárt csoport, és ugye jóvá kell hagyni a jelentkezéseket. Én szeretettel várok egyébként minden motoros és motor nélküli barátot. Tényleg várunk szeretettel, úgy mondom, mindenki nevébe tudom mondani. Ezt a saját nevemben viszont biztos, hogy a félreértések elkerülése véget mondom, hogy csak azokat a jelentkezéseket hagyjuk jóvá a csoportba, akinek a Facebook profilja személyhez kötött. Tehát nem ilyen anonim. Tehát gondolok arra, hogy mondjuk van egy motor a profilképen, és ennyi. Tehát ezeket ne sértődjön meg senki, vagy ha megsértődik, arról sem tehetek. Tehát ezt nem hagyjuk jóvá, kizárólag olyan profilokat hagyunk jóvá, ami személyhez köthető egy fotó, vagy fotók alapján. Úgyhogy, mert volt, aki felháborodott és kérdezte, hogy miért van az, hogy nem lett jóvá hagyva, vagy esetleg el lett távolítva a csoportból, mert a kezdésnek pár ilyen bekerült, de ezt ennyi sorban felvizsgáltam és ezt eltávolítgattam őket. Tehát, és most is csak olyan jelentkezést, még egyszer állom, csak olyan jelentkezést hagyunk jóvá, ezt megbeszéltük itt a csoportba adminisztrátor és moderátor jogkörrel felruházott barátokkal, hogy csak olyanokat fogadunk el, hagyunk jóvá, akik nem személytelenek. Tehát azt gondolom, hogy ezt mindenképpen meg kell, hogy osszam veletek, már eddig is el kellett volna mondanom, de hát mindig elfelejtem. Annyi mindent kéne mondani, meg készíteni a videók alatt, beszélni egyéb, hogy gyakran elfelejtem ezeket. Hát most eszembe jutott, még itt várakozunk. És már most is megint elfelejtettem, mit akartam még mondani, de rögtön eszembe fog. Ja igen, tudom, tehát még azt szerettem volna mondani, hogy a csoportba, ami ott a bevezető, annak idején, amikor létrehoztam ezt a csoportot, a bevezetőbe írtam, hogy tényleg szeretettel várunk minden motoros és motorozást kedvelő, túrázást kedvelő, akár kerékpáros, akár csak egyszerű gyalogos túrázó, a csoportba túrázót szeretettel várunk, és túra fotókat, túra ötleteket, a túrákon készült képeket, ilyeneket nagyon-nagyon szívesen fogadok, tényleg szeretettel várom, ezeket is jönnek. Viszont amiből megint volt félreértés, az, hogy ezt is most tisztázzuk le, hogy nem, tehát nem azt szeretném azt, hogy egy linkgyűjtő hely legyen ez a felület, hogy tényleg, tehát ezeket is eltávolítom úgy igazából. Nyilvánvalóan, hogyha valaki olyan aktivitást mutat a csoportba, és esetleg megkér, megbeszéljük, akkor egy-egy ilyen alkalom ez elmegy. És a másik az, hogy itt a linkeket ugye, a linkek tartalmazó ilyen hasonló YouTube videó, meg egyéb bármilyen linkeket, azt úgy nagyjából eltávolítom, de azokon a túrákon, tehát azt megírtam több ilyen motoros kollégának is, hogy annak semmi akadálya nincs, hogy a túráikon készült videók helyett fotókat, túraötleteket, túraleírásokat, vagy az ő leírásaikat elmondják, és ugye a fotókat feltöltsék, hivatkozva arra, hogy mondjuk neki van YouTube csatornája, vagy bármi, ezt elmondhatja. Ennek az évjelen semmi akadálya nincsen, tehát szeretettel várom ezekről a túrákról készült fotókat, de mondom, ne az legyen, ott egy őz, elszaladt egy őzbak volt, későn vettem észre, hogy
egyetlen egy fotó, túrafotót, vagy bármilyen, akármilyen látványosságról, vagy egyéb helyekről készült fotót feltöltene valaki szöveg nélkül, hanem egyből ilyen YouTube linkeket rak, mert ezt nem, tehát ezt eltávolítom. Úgyhogy ezt is szerettem volna letisztázni. Mondom még egyszer, hogy sok mindent szeretnék megbeszélni, csak mindig elfelejtem, mert próbálok koncentrálni a videózás, a videórögzítésre, aztán a szerkesztések minden időmet elveszik. Úgyhogy igyekszek mindent megosztani veletek, megbeszélni. Bármilyen ötlet, akármi újító ötlet, fejlesztés, tehát bármilyen dologra nyitott vagyok. Úgyhogy itt pedig ez a hely, ez meg szuper, tehát ez nagyon jó. Anika éppen kreatív fotókat készít. Szalvótárján, igen. Mi integettünk annyira. Jó napot. Dudáltunk is. Csak. Itt jönnek a Zsolti barátom, még csak megérkeznek. Jó napot! Jó napot! Sziasztok! Jó volt az ebéd? Igen. Itt ez a hely, ezt szeretjük Ajkával, megálltunk többször, kajálunk, meg ilyesmit, tudod, ilyen... Hallod, Kibi, mondja a bácsi, hogy ott is lehet nyársalni, mondom. Ha majd megbeszéljük mindjárt, hogy megyek oda, hogy van. Szia! De rég volt, hogy együtt motoroztunk. Na, itt az ideje. Aha. Mondja a bácsi, hogy ott el lehet menni. Akkor bemegyünk, majd csinálunk bent fotót. Jaj, Évike, ez egy csoda hely. Arany, nagyon jó kis hely. Hallod, majd meglátjátok, mi már voltunk itt, ő, ez a bácsi, ez nagyon aranyos. Mondtam is, hogy pont most emlegettük, mivel, hogy mondom, az öreg kijön, nem? Úgy van is integettük. Hát én kint vagyok, tegnap is kint. Igen? És majd meglátjátok, tegnap Évike. Előtt, vagy mikor jöttünk erre? Akkor integettünk. Akkor meg dudáltunk. Ott van egy ilyen nagyon szép kis tó, aha. Mi a szökőkutas, akkor itt mondja a bácsi, hogy itt akármikor nyársolni, ez pont ezt terveztük ki, hogy valamit esetleg így a kordon. Azt mondtam a videóra is. Az ilyen közös nyársalás. De majd megnézitek. Hoztak ilyen grill. Aha. Ott a épület alatt, ahol az a kalócsak, ott vasszára ott tették. Aha. Mondjuk motorral. Motorral nehezen tudjuk elműzni. Hallod, olyan kellemes az idő, hogy csoda. Ó, benne van a kabátomba a bill, és majd meg szakadom. Hú, hallod, vedd ki a picsában. Nagyon-nagyon jó. Szia Zsolti, szevasz, üdvözöllek. Ja, meg van egy matricám. Milyen matricám? Úgyhogy azt fel fogjuk ragasztani az első matricámat oda. Hát ilyen nézd. Ja, aha. Ami a pólomon is van. Aha. Ez nem rég... Azt a de jó ez a motorotok. Á, ezek jó. Ne baj, már számtalan szól lesz. Szóval lesz így szép. Most lett kész. Figyelj már, ez a fogyókúrás? Teljesen. Figyelj már, a papírt le kell venni róla. Megeltett papírra. Jaj, a cellulóz az dió. Azt mondtam, hogy a cellulóz az dió. Mert különben igen. Kereszt apám mondta régebben mindig, hogy minek a parasztnak a csoki, ha papírja. De az esküvőnkön emlékszel, hogy minyon papírostól lette valamelyik öreg? Hát igen, ez előfordul. Meg a nylonos virslit szegény, hát ő meg nem tudta. Nem a... Annak idején, mikor volt nekik a... Ilyen na jó, van, figyelj, akkor júniusban. Akkoriban jöttek be a virslik. Hát ugye az olyan kuriózumnak számít. Virslit kaptak. És akkor jött haza az öreg, hogy hát jó volt, de hogy ő alig bírta meg rágni. Naj! Mondja neki a Neli, hogy te Pista, hát nem vetted le a bőrit? Nem mondta senki. Finom. És tényleg nem édes nagyon, Évike. Pont finom. Pontosan. Olyan, amilyen. Tényleg nagyon jó. Gondoltam haza. Jaj, de cuki vagy.
szokásos. Padlizsános cucc, paradicsom, paprika, hagyma, padlizsán, cukini. Puszd be a lábasba! Jön aranyos bácsi. Jaj, de cuki! De aranyos. Tehát akkor itt az első matricám, amit felragasztok ide a sósári forrásokhoz. És tudod milyen, Zsolt, ilyen gyógyvíz, ilyen kicsit sós vagy. Ilyen, na, és nagyon jó az emésztés. Anika? Igen, rögzítve lesz. Rögzít. Ja, de ne, arra lehet, nem tapad oda. Dehogy is nem. Na, nem biztos, mert ez a favédő anyag ez lehet. Jó lesz az. Hát meglátjuk. Jó lesz. Majd ha lejön, akkor teszünk, ragasztunk másikat is. Jó lesz. Akartok még valami szépet látni? Igen. Ma, akkor a déli pincékről nyitni kell. Mindig nyitottak vagyunk. Itt van a hegymegye, csak erre. Egyszer majd. Na figyelj majd, de mert azt... De még majd bemegyünk, Éviken, megmutatjuk. Nagyon szép. Megmutatom. Megnézzük. Van ott telefonszám. Ez. Na, de ezen van telefonszám. Az a fiam. Ez a fiam. De a no. Bácsinak van a telefonszáma, vagy kinek szóljunk, ha ide jönnénk így egy kicsit nyársalgatni? Nem kell szólni senkinek. Mert egy pár motorostak a nyáron valamikor, meg majd kiírom a csoportba, hogy jönnénk. Találkozunk itt, és egy kis nyársalást megejtenünk. Nyugodtan. És vizet, hanem majd szomjas vagyok. Na, az masszarű, észreveszed. Igen. Na mindegy, csak megtapad, ha nem, majd ragasztok újat legközelebb. Máshova. Hát nem akartam az üvegre, nehogy problémázzanak miatt, tudod. Úgyhogy, na akkor ennyi volt itt sósári forrásoknál megállás. Húzzunk tovább. Ezt majd bevágom, ahogy mondtam a tavalyi videóba ezt a kis részletet. Aha, mondom, hogy olyan jó helynek tűnt ez az út róla, hogy jöttünk. Ráültem az orrára. Nem, így. Várjál, majd szemből. Szemből látom, hogy ez egy arc. Igen, aha, látom. Ráültem az orrára. Látod is, ez egy jó ígélni, mert amúgy meg... Igen, ez egy ilyen betonból kialakított ott a füle, ahogy látom. És egy ráültem az orrára. Egy ilyen fej. Jó nagy az orra. Az mi, az bor? Tea. Tea. Nem csak hülyéskedek. Hát igen, megnézzük. Érdekes helynek tűnik. Ja, várjál, hát nem várlak, Anika, hát... Itt ki. Nem, nem, nem jó. De jó, de még itt oda is van készítve. Ha lesz forrás, akkor vételezünk vizet. Ide van készítve a vizet. Azt a milyen aranyosa. Ja, nagyon jó. Nézd, mert ide készítettek egy egész. Aha, nyársalhatnánk is. Na mindegy, ezt számon tartjuk majd ezt a helyet. Jó, de ide van készítve. Igen, és alkalomattán. Eljövünk ide nyársalni. Aha. Hát igen, legalább nem tördelik össze a fa dolgokat. Ja, várj, ott van-e valami víz. Mindjárt majd megyek oda, csak megnézem itt ezt a vizet. Igen, mert források. Majd a hangulatos kis... Gondolom ez is egy forrás. Nagyon szép. Vagyis inkább olyan hangulatos. Na, szamóca is van, tényleg. Ott is van egy. Aztán nagyon bekapom. Nincs megmosva. Megittam. Van itt forrás biztos, egy fából. Vannak itt ilyen fából kifaragott figurák, vagy inkább állatformátumok. Ez egy halacska. Egy halacska. Tényleg ilyen fatörzs van kifaragva, és itt a fatörzsbe az adó a szája. Nagyon jó.
fürdő volt. Tényleg? Igen? Nem ez a grófné, Zsicsi grófné. Na, ezt vegyed csak, Fübi. Szem. Zsicsi. 1800-as években építette. Igen, olyan régi. Sós víz van-e? Sós víz? Sósor, persze. Igen? Ő nekik volt, ott itt több kút még régen, akkor ők farroltak el a sót a grófsognak. Jó. Annyira olyan sós, hogy a vízből volt, sót nyertek nem belőle. Nem annyira sós, de volt itt több kút. No. Van most is, majd ott fönt is van. Egyik, az olyan, hogy mondjam, csak olyan savanyú víznek hítak. Akkor fölő van, az fúrott kút, ott sós, még van egyik ottan, de azt mondom, nem is látni, mert bement. Itt van, ott van két kúta. Ja, hogy ott is, látom, ott is van egy kúta, meg akkor itt a játékoknál is van egy kúta. Kettő van. És akkor azt tetszik mondani, hogy itt volt régen épület is, amit leromboltak? Ott volt egy kazanház, ott volt a fürdő, egy másik épület. Igen. Itt végig, ott volt egy ilyen terasz. Aha. Itt utána volt a ebédlő, konyha, büfé, lakások, itt volt egy másik lakás. Régen itt volt egy istalló, ahol jártak. Ledőtötték, azt egyszerűen barakot építették, ez fából, no deszkából. Ja, látom is tényleg, hogy itt van az alap, aha. Tehát jóval nagyobb. Ja, igen, mert itt van az alapja, tehát jóval nagyobb alapon volt. Tényleg. Meg kéne kérdezni. Ezt az sok szépség. És mikorra vezethető vissza az 1800-as évek? 1800-as évek. Az igen. Az érdekes nagyon. Azt a mindenit, de kár, pedig nekünk így is tetszik, de hát akkor fénykorában még sokkal szebb lehetett. Az. Hát, ahogy elmondja, hogy itt én lehet látni egyébként tényleg az alapjait az a régi épületeknek. Ott is egy nagyobb alap van, itt is egy nagyobb alap van. Tehát tényleg. Akkor lerombolni, ami és akkor ilyen fürdőházak voltak itt? Uh-huh. Most volt egy fürdő, 14 kád. Jó, nézd Tibi, ez egy régi. Azt mutatja a bácsi, hogy ilyen. Ja, tényleg. Aha. Ilyen volt régen. Ja, látom. Aha. Itt van ható, ez a képe, az alsó. Aha. Nem ez. Ez itt a felső. Aha, igen, aha. Látom, hogy ilyen volt. Ez a 20-as években van körülbelül fényképezve, majd azt én találtam egy pusztán egy negatívot, újságot. De üvegre, igen. Még régen úgy is. Igen. Jó, na. Tudom. Aha. Várjál, Épp azt mondtam Anikának, hogy ha úgy jövünk motorosok többel errefelé, betervezhetjük ide egy nyársalást. Mert rendben van, hogy oda van készítve. Mert még hangulatos a hely nagyon. Itt volt gulyás főzőverseny. Igen? No. 17 kátlanval főztek. Azt a mindenit. És akkor ilyen, tehát ezekben a házakban ilyen fürdőkádak voltak kialakítva. Aha. És akkor sós víz jön? Két kád volt. De iható víz. Persze, hogy. Két kád volt. Aha. Egy szobában volt rendes csáp, hideg-meleg víz, majd ott főzít. Te még volt ebből kútból, majd ez már nem olyan erős, régen erősebb volt, és nem mindenki bírta ki a... Uh-huh. Akkor vödörrel kellett öntözni. Aha. De jó, de kár érte. Így is szép, de akkor tényleg még szebb lehet-e. Igen. Még akkor csoda, örüljünk neki, hogy így meghagyták. Aha. Na, a második világháború után az intenzív szlovákosítás idejében Sósár a magyar kultúra fontos színhelye lett. Voltak itt műkedvelő színelőadások, hazai és idegen művészek által előadott programok, cigányzene és jazz, közöttük a Pesti Kabaré előadása és olyan híres művészek, mint Jákó Vera, Koncs Zsuzsa, Kovács Kati, Aracki Laci vagy az Illés Együttes. Sósár híres látogatói közül említhetjük Veselényit, Rákóczi Ferencet, aki állítólag a Romhányi csata előtt Sósárban szállt meg, de biztosan tudjuk, hogy Mikszáth Kálmán itt randevúzott Mauks Ilonával valamikor, az 1800-as... Született a szomszéd. 70-es évek elején. Ő e helyet Zséi fürdőnek, máshol pedig Kata fürdőnek nevezi. Ez a világ elmúlt, nekünk itt a régióban a változó idők sok rosszat hoztak, de sokat mulasztottunk mi is itt hogy helyben, rombolták le. Gondatlanságból, de szintén butaságból és irigységből, azonban Sósár az összes természeti adottságával itt van.
Rontutan. Na de akkor itt egy különleges víz van. Ez a bánya élet, vagy nyitott bánya, nyílt bánya, szénbánya, kürtösön. Aha. Azt itt akartak, ők maguknak van ezért csinálni, ők aha. Ezt is őt építették, még ott csináltak a fürdőt is, majd aha. Az falazott volt, de még betonkádak voltak. Értem. Aha. Jaj, de szép, de ezt még elmondom, ezt. Nincsenek túlzott elképzeléseink a jövőről, de tudjuk, hogy a szikra tüzet gyújt, a hely szelleme, a tradíció, amelyik bennünk él, egy jó folyamatot biztosan el tud indítani. Isten áldása legyen azokon, akik a nemes törekvést megértik, mindnyájunk közös érdekében a kitűzött célokért tesznek, azok megvalósítását szóval, jó akarattal, munkával vagy anyagiakkal segítik. Sósári Források Polgári Társulat. De kár érte. Úgy, de sajnálom. Egyébként itt lövéseket lehet hallani? Lövölde van itt fönt. Aha. Ja, akkor jó hallom, hogy, aha, hogy lövöld. Hát ahhoz szokott gyakorolnak. Aha. 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 Hát ez különleges vízért kár. Vérő van ez a kastély, a Zicsi. Aha. Zicsiek egykori fészke. Zséj. Zséj. Mutatok egy... Jó! Zsoltkönyv! Ápámnak a katonakönyv. Tényleg! Azt a... Az márnyékba viszem. És ez a régi... A régi, magyar címer. No, Zsoltkönyv. Aha, nézd csak, Pibi, ez volt ez a fürdő. Aha. Ilyen aha. Volt a fürdő. Aj, de jó. A fürdőház. Ez, ezt, amit találtam, ezt a negatívot. Aha. Uh-huh. Na, aha, látom. Ilyen büfé volt, ott a konyha. Olyan, hogy ki volt épülve, tényleg. Főnök. Na, ez még van. Ez volt még a régi. Aha. Régi, hogy mondjam, no. Ez, ez, amit még találtam, most itt ülnek a gyerek. Mondom, ez úgy néz ki, mint Feri. Hát itt ülnek a gyerekek, és ez van kinagyítva itt. Mondom, Feri bácsi, nem emlékszik maga erre, azt mondja. Dehogy nem, azt mondja. Itt gyerek kalapba. Jaj. Itt ülnek a gyerekek. A fürdőn. De kár, hogy lerombolták ezeket az épületeket. Ó, hát annyira sajnálom. Kéne sajnálna. Nos, de megalakult ez a szövetség. Aha. Zsoltkönyv egyben, személyi azonossági igazolvány is. Igen. Ha, az nem semmi. Vigyázzon, hala, vigyázzon rá arra. No. De még ott van egy izé, mennylevél is. Mennylevél? No. Ami... hogy is hítok? Pest alatt van. Pest alatt? Hát laktanya volt ott, vagy mi? Nem, onnan van neki az a menlevél. Ja, ja, aha. Balassagyarmatra is vissza. Ja, aha, aha. Aika, behozom a motort ide. Lehet behozni. Hát... Na nézze, itt van egy. Ja, látom. Menlevél. 1944. november no. 28. Azt a... Akkor ma nyomultak az oroszok, ő hazagyűjt, azt vissza kellett mennyi neki, vissza kellett 60-ban mennyi, de ma ott nem volt senki. Aha, aha. Akkor visszagyűjt, hát most nem kereste senki, őtet itthon is maradt. Ha, jó tette. Jó tette. Legalább hazaért. Igen. Úgyhogy behozom a motort ide, nem olyan túlcél, én majd ezt menjünk tovább. Ide motorosok is, majd a faluban is van, ez aha. A Harley-ed, meg van, minő van. Nekem Yamaha fér. Ja. Mondja, behozom. Konzsuzsának a fürdővizet én engedtem. Igen. De jó, nagyon jó. Azt a mindenintnek, akkor még ők fürödtek itt a 60-es, 70-es évek. Reggelig mulattak. Igen. Mulatás volt itt. Az igen, de jó lehetett. Kovaskati akkor kezdett. Aha. Zsuzsa énekelt, nagy tapsot kapott minden, ő nem kapott olyat, azt itten ült. A fürdő előtt én az ajtóba álltam, szóltott olyan idősebb föld, beszéltek, azt mondja, ne és firas, azt mondja, leszöltem én jobb, mint Zsuzsa. Nagyon jó. Ha, mikor annak hallja? Ez mikor? Ilyen... 70, 60-as évek? 70. 70. Ez ilyen 70, körülbelül 73-ban volt. Így.
Aha. Születtem majdnem. És akkor utána rombolták le az épületeket. Nem, ez tehát 90-es években. Ma, ilyen későn? Persze. Jó, hogy a 90-es években? Aha. Ez a bányai volt, ők akarták csinálni ilyen központot, fürdőt, akarták medencéket csinálni. Kicserítik az igazgatót. Lerombolták, azt úgy maradt minden. Gyűjtett tót, fölvitték oda. Koprovnicára. Koprovnica, az fönt van, körülbelül 30 kilométer innen. Majd ott lesz, hogy körülbelül azt én katonaságúton oda kerültem a bányába. Mink csináltunk a medencét. A patakból vezették bele a fák között gyűjt a jó hideg víz. Ja, de jó ez a víz. Na de itt akkor ilyen... lerombolták, az úgy maradt minden. Van még egyik. Mire mentek? Mentek be? Nagykürtös felé megyünk. Na, akkor erre. Esetleg, ha ki a pincéket meg akarjátok nézni. Nem tudjuk, hogy van itt olyan. Márra, menjünk. Itten kimegy a kanyar, így lesz egy másik kanyar, az lesz bal felé, egy ilyen tábla lesz egy vidé. Azt ottan bele, körül lehet mennyi, ott van 80 ilyen pince. Igen, 80, 80 darab pince. Na, az igen. Vikendházakkal, 70-es években lett építve. Van itt Magyarországról is egy két nőnek, de lentről valahol a Tisza mellő vannak. Most voltak itt, mert nem volt, ugye Covid volt az idő. Igen. Nem voltak, most voltak itteni. Még Dunaszerdahely, még Pozsony, még a nyavaja tudja. Még veszik, mert még zsíliek építettük föl. Hát azt... Meghaltunk a fiatalok, vagy öregek még. Ja. No, a fiatalok még. Sajnos változnak. Nagyon jó ez a víz, ez szerintem majd, az, hogy sós, és no, elvan ásványi anyagon. No? Apennek a hídon. Igen. Lefordulnak, az ott lesz egy épület, no, az egy kovahron volt, az autószervisz volt. Aha. Előtte mindjárt van egy izé, bejárat. Ott van egy kút, mert csővé, az folyik ki a víz magától. Igen. Ja, az jobb mindez. Tényleg? Aha. Az olyan erős, mert ebben nincs olyan izé, csak csós, de abban még ilyen erően szénsavas. Ez is szénsavas. Jó egyébként, mert azt szerintem ilyen gyomor problémákra nagyon jó. Gyomorra... Éppen azért én szoktam ordani, de az nem, mindig ennyi körülött. Na hát az az igazság, hogy most majd egy kis reklámot adunk a helynek, mert elméletileg, illetve gyakorlatilag is mi motoros túrázók vagyunk, és ilyen YouTube videókat készítünk. Soknak. Úgyhogy egyszerű motorosok, hogyha esetleg YouTube-ot néz, egyszerűen nekem nagyon sok... Ahogy igen, de valaki fiatal érthet a családba. Igen, azért mondom, hogy úgy több videónk van így a felvidékről, mi úgy... Itt van nekem így, ez a táblai. Na, ja, látom, aha. Gábor. Gábor. Azt mondja, azt tudom, hogy a bor ott van, de mi az a G-A? A bor a lényeg. Viccel csak szerintem, a bor a lényeg. Van neki 3 hektár fekete ribizli. Az igen, abból kiváló bor van. Ribizli bort. Az igen. Itten ez egy tájon, ő a Szlovákia, ahol majdnem. Ő neki van, csak van, ma megkapta azt a jelt is, hogy mondjam, hogy... Minőség, úgy nem, minősítik. Tájra. Aha, ja, értem, ha táj jellegzetes. A hontra, hát ez gömör, aha. De van itt odébb pont. Aha, Most többnyire ott van. Aha. Mert olyan finomra készíti. Egyébként, hogyha úgy eljövünk erre, akkor itt tényleg lehet nyársalni? Nem, lehet. Nem okoz az gondot? Ott is, meg ott is van. Látod, olyan szépen oda van készítve. Járnak itt. No. És utána elviszi mindenki a szabadét. Látszik, összeszedtem, majd ott voltam azoknak a ülőségek. És tényleg gyerekeknek is itt vannak ilyen. De jó kis játékok. Kis autó is van. Standard egy, aha. Nézzük csak, mi van ide kiírva. Ivóvíz. A kedves látogató. Örülünk, hogy itt Sósárban, Sósárfürdő helyén találkoztunk, és szerényen, de mégis egy kis büszkeséggel ejthetünk néhány szót arról, hogy a zséji polgárok lelkes kis csoportja a Bozótból és elvadult szemételebből hogyan hozta ki a régi Sósárra emlékeztető ligetes, kellemes kigymai pihenő és kiránduló helyet.
Le a kalappal előttük, gratulálok nekik, kár, hogy ennyire tönkretették ezt a korábbiak. Sósári Források Polgári Társulat munkával, szervezéssel, jó emberek segítségével egy egész kevés kis pénzből tudta megvalósítani azt, amit már láthatunk. Renovált források, gyalogutak, virágok, kültéri díszítő elemek. Hát gratulálok nekik, le a kalappal, és itt látom, hogy lehet támogatni is őket. Ott van a számlaszám, úgyhogy hát tényleg, na ide biztos, hogy nem megy rossz helyre a támogatási pénz. Mindent, amit eldobunk, visszakapunk majd később az ivóvízben. Igen, ebben van valami. De nagyon-nagyon hangulatosak ezek a faragványok. Ez is például tényleg jó. Ezt a vizet majd akkor vételezünk. Itt is van egy ilyen szobor. Ezek a kültéri szobrok is faragványok. Nagyon-nagyon jó néznek ki. Tényleg. Ja, és akkor itt van egy régi kép, a Sósár. És akkor egyszer lerombolták. Hát, csodálatos vízi források vannak itt. Hát annak olyan a borsa, az olyan. Nem. Hogy? Nem. A borsa. Ja, a borzag? Csak a bonyót adjak, ott még nem lesz. A nógrádi borzag az most lett Hungarikum. Hungarikum. Igen, az lett a nógrádi borzag, pálinka. Én fogok csinálni, most az én hétfőn vagy kedden szedek, uh-huh. Likvort. A borzakból? Ja. Borzakból. Igen. Hogy tetszik csinálni? Csak én leveszem a rózsát, villával lesz a bogyót. Vízbe öntök rá annyi vizet, hogy ellepje, hogy fölforralom egy darabig, mikor már ugye leöntem a... Annyi víz, hogy ellepje, akkor az úgy jó megfőjön, És akkor utána csak leöntöm, leszűröm róla azt a időt, nem hagyom benne. Spekuláltam mindent. Maggal keserű volt. Nem, hogy a héját meg a magját le, akkor rátetszik szűrni, és csak akkor... Csak sűrű marad. Borzag. Íze olyan van. Borzaglekvár. Majd fogok csinálni, Tibi. Szedünk az borzaglekvár. Csinálok. Hát még én nem is, nem, finom, még ezt nem is ettem. Nagyon finom, savanykás. Nem savankás. Hát ha teszik bele egy kis... Cukrot akkor? Nem, a cukorral kell csinálni. Persze. Némi értész. A tartósító vagy citromsavna, de ja, nem. Aha. Én mamma a körtébet ittem. No, hogy mondjam? Gyömbér. Jó, gyömbér. Gyömbér, de szarítottad. Aha. Hát jó, az is jó, gyömbérbe. Aha. Jaj, de jó, szép hely. Ott van. Jó, de azt mondja a bácsi, hogy az ott középen szökőkút. Ja, aha. Lehet, hogy beindult. Ja, hogy szökőkút van ide. Vannak benne ilyen kis piros halak? Nagyon, nagyon jók ezek a faragványok, ezek a faszobrok. Nagyon. Nagyon ügyes, le a kalappa. Nagyon ügyes. Nagyon jó. Ott is van, ott is. A medveje. Jaha, a látom. A rumos medve. Rászúrtak a gyerekek, nincs le sofőrve, nincs. Ja igen, tényleg. Rumos hordóval. A medve. Ez meg már videó. Jó. És akkor tényleg itt van, lehet látni régi épületeknek az alapjait, hogy itt is volt egy nagyobb épület. És akkor egy egész különleges vízű források lehetnek. Meg ott van egy kút is. Itt több kút van, ott is van, meg ott is van, ott ki van írva, hogy ivóvíz. Olyan kerekes kút. De az is van nyomós ott. Nem nyomós. Ja, hogy ott a régi, ha? Aha. Igen? A jó emberek lenne. Igen? Látom, itt a gyerekeknek tényleg sok játék is van. Csináltam. Úgyhogy még szétnézzünk akkor itt, hogy...
meg ezt a vizet, ezt most megkóstolom. Itt a kút, ott van. Hát a játékok között. Holnap lesz. Nógrácsi Peti. Aha. Ez egy veter, amit találkozunk. Ja, igen, aha. Motorok is, ja. Autó. Ja, igen, aha. Nógrácsi Peken. Nógrácsi Peken? Lehet, hogy elmegyek erre, nem megyek Pécsét, de Pécsét tudják. Aha. Igen. Vannak ide sokan pestiek is. Igen. Ki tudja onnan, még ahonnan némelyik vegyem, némelyik nem. Érdekes. Jó. Tumor problémákra is biztos, hogy jó lehet. Jó, de szép. Még arra fölmegyünk, arra a kis kalandpark, vagy mi az ott gyerekeknek. Hát meg itt a gyerekeknek is nagyon jó. Hát ide eljönnek, ez egy Kánaán a gyerekeknek. Felnőttek, bográshoznak. Hétfőn nálunk, hétfőn kezdünk. Persze. Igen, hétfőn? Hát most a négy nyitó, csak annyi volt. A versenyen alkotmán napja van. Aha. Másodika. Szombat. Szombat, vasárnap, megint kedden, megint, vagy mikor lesz, megint idé, ez egy... Ünnep? Ünnep, ott az... De nagyon, ezek a faragványok, ezek nagyon tetszenek nekem. Az is annyira ötletes az a hal, a fatörzsből úgy kifaragva, hogy a szája maga az odú, nagyon ötletes. Nagyon jó. Itt szombaton volt az a gumibú, az a vaharag gyerekek. Jaj, tudom, ugrálóvár. No. Igen. Hallom, Tibi, három vagy négykor tüzet ittam, és érzem, hogy már az emésztésemnek jó. Én is ittam belőle, nagyon jónak jó, érzem azt a vízt. Van egy kis hasonlósága. Aha. Egy kis hasonlósága van ennek a víznek a kis terenyén. Nálunk van egy forrás. És rengetegen járnak oda vízé. Annak ahhoz egy kis hasonlóság van. Hát igen, itt jó hangulata van a helynek, pozitív, úgyhogy itt el lehet... Igen? No. Az jó. Csinálok fotót. No, itt még megnézzük ezt a kis játszó térnek kialakított fából csúszdákat. Nagyon jó, ötletes ezek a fa dolgok. Milyen érdekes dolgokat mesélt a igazi magyar ember, egy igazi felvidéki magyar úrral találkoztunk itt, nekem biztos, hogy rám nagy benyomást tesznek az ilyen dolgok. Nagyon örülök neki, hogy ilyen emberekkel, ilyen igazi magyar emberekkel tudunk itt találkozni. Hát nem tudom micsoda. Ja, nem tudom. A guminak az erejét kell leküzdeni vele. Ezt a guminak az erejét. Ilyen erősítő valami. Igen. Ez is érdekes. Nem, ezt tudod milyen? Igen. Na, úgyhogy hát nagyon-nagyon sajnálatos, hogy ezeket a... Igen, itt a gyerekekkel tudnak játszani. Micsodát? Ja, hát láttam, meg a videóra fölvettem, hogy... Igen. Relax.
Na. Jó, öreg fák vannak azért. Felvette Májka. De én még azt is kifogom. Nem, nehogy gyerekeknek van. Na mindegy. Úgyhogy... Jaj, de jó, de kicsi verje. Így, így beszélgetsz, hogy hajtom magam. Ajka. Ajka. Relaxál. Öreg jó harfa. Na, ez se mai gyerek ez a... Hú, Ajka, ez is egy hatalmas fa itt. Jó nagy vastag törzse van. És akkor itt van tényleg a régi épület alapja. Hát de kár érte, hogy így leromboltak mindent leromboltak itt. Kár érte tényleg. Lerombolták, aztán utána nem csináltak helyette semmit. Itten volt egy ilyen büfé. Aha. Nagyon szép épület, még guglizó. Igen? Aha. Végig ottan. Aha. Aha. Ott volt egy épület, itt ez a vég. Láttam, itt ez is egy komoly épület lehetett. Nem? De ez egy nagy alap. Nem volt semmi. Semmi? Felépítettek ilyen fabarakot, olyan hogy hívjuk, de azt nem fejezték be. Ja, értem, mert ez elég komoly alap itt, nagy. Hát jó lett volna. Aha. Jó lett volna. Hogy ilyen rendezvények voltak itt? Most ezen meglepődtem nagyon, amit mondott. Hát, hogy... na, voltak itt diszkók is, csak azt a leízéték. Mai fiatalok, azok nem hallanak. Ah. Akkor zegengedték annyira, hogy a faluban nem tudtak aludni. Aha, ja, aha. Hallatszok le nagyon. Aha, értem. Az a buf. Ja, hát az nem zene, az meg semmi köze a zenéhez. Mindjárt még megnézem itt ezt a... Na, hát valahogy úgy néz ki, hogy ez az utunk, ez ilyen szabadidőparkok nézelődésével telik. Látom, mert tényleg ilyen spontán megálltunk ott Rárosi szabadidőparknál, ami szintén jobb napokat látott. És hogy visszhangzik, és véletlenül spontán megálltunk itt ennél a, nem is tudom, sós forrás, vagy mi, ja, megy a szökőkút, ott megy a szökőkút. Hát igen, ez itt valami, nem tudom, fedett színpad, vagy mi lenne, megnézzük a szökőkutat, beindult, ott mi. Igen, annyira megnyugtató ez a hely. Meg most a víz is csobog, a vízcsobogás is olyan megnyugtató, itt a kis szökőkút által. Ezek tényleg, ezek a fa alkotások, ezek faszobrok, ezek nagyon, nagyon feldobják a dolgot. Ja, és akkor itt mondta az úr, hogy ebbe a kis dobozba, mesekönyvek vannak gyerekeknek. De jó, ötletes. Nagyon. Kis fedett tér. És azt mondja az úr, hogy bogrács főzőverseny is volt itt a elmúlt napokban. Hát tényleg el lehet itt pihenni, ücsörögni. Na. Nagyon jó. Itt ez a kis medve. A rumos hordóval. Ágika a szelfivel. És tényleg a víz az úgy kellemesen hideg is. Tényleg hideg. Vételeztem belőle. Úgy jó lehet a gyomornak, még iszok is belőle, iszok is. Elmegyek, megnézem a mosdót, mert láttam ott, hogy van WC, mosdó. A WC mosdó az működik? A WC? A WC, a mosdó működik? Vagy a WC? Van
vízmosó itt halkunk. Aha, aha. Lehet látni. Ja, aha, aha. Folyó víz van benne, van itt köré közé. Látom tényleg, megnézem még ott. Ott volt olyan pár. Ja, aha. Az a bagó is, de jó. Nagyon ügyes. Igen? Ó. De jó ez a bagoly faragvány. Aha, látom, aha, tényleg, ez jó kidőlt. Igen, végül is a célnak megfelel. El lehet végezni a dolgunkat itt a mellékhelyiségben. Úgyhogy még Anikával készítünk egy-egy közös fotót, ha el tud szabadulni a szelfitől, meg a művészi fotóktól. Úgyhogy, hát nagyon szépen köszönjük a sok-sok információt, amit kaptunk a helyről. Tényleg érdekes helyre bukantunk, és véletlenül figyeltem fel, aztán mondom Maikának, álljunk már, meg nézzük meg, mert olyan hangulatosnak tűnt, és tényleg egy csoda helyre bukkantunk itt, főleg ilyen történelemmel, meg háttérrel, ez, mint ennek a helynek ez volt. El volt, úgy nézett ki, mint ottan tudtam. Ja, látom. Aha. Szemetet ide hordtak, mindent. Akkor ők a fiatalokat, tehát még alakítottak, elmentek, keresték, hogy kié. Aha. Ha utoljára az, hogy az autóbusz vállalatnak, Zólyomnak az tartozik, mert régen kékői autóbusz aha. volt, azt mondom, összementek, akkor Zólyomba, de nem tudta senki még. Az igazgatós, hogy ez létezik. Igen. Na? Nagyon jó. Azt akkor kiadta neki. Micsoda múltja van ennek a helynek. Kitakarítottak azt akkor. Ez az út megvolt. Még a színpadnak az állja. Aha. Semmi több. Ezt te kaptak azt a kis bódét a erdészektől, ott fölő volt. Aha. Ilyen fa iskola, fa csemetéket neveltek. Azt azok idattak nekik. Vannak benne jó öreg fák. Azt fölépítették, hát meg csinálnak mindig valamit. Aha. Aha. Jó öreg fák, ez is hatalmas ez a tölgy. Ajka! Ez az agacs kidőt mostan, hogy ez a vihar volt ott. Láttam, ott az. Volt itt a cseresznyefalk is itt szene, valamikor. Azon a volt, amit mulattunk alatta. Az igen. Elhozósra 66-ban. Sok, 90-ben rombolták le. 93-ban vagy hogy. Hát jó mondja, azt agyba le. Agyba nem, mert annak nem volt agya szerintem, az egy agyatlan hülye volt, aki... És csak milyenkor vettem el? Aha, tényleg. Mit akartam mondani? Szív alakú. Megalakítottuk a IOS klubot, a Victoria IOS klubot itt. Aha. Itt amikor lefényképeztem. Aha, ja. Elkezdtem gyártani a süvegeket ilyen. Tényleg, ilyeneket tetszik csinálni. De ez még csak félkész. Komolyan. Mutatok én. Le a kalappal, le a sisakkal. Mutatok én. Azt a mindenit. Nagyon jó. Bőrből? Vagy mi bőr? Arra ment körül még belőre bőr. De jó. Körül szőrme, még a tetejére. Jó, de szép. Ez igen, ilyen hagyományőrző igen. rendezvényekre, amikor... Ijász verseny. Ijász verseny. Tibi segítsé. Nem De... Júj, de szép! Ah, ezt maga csinálja? Igen. Azt a de szép! Komolyan? Csináltam valamit. Látod, félig itt megvan. Nézd, félig van kész. Hasta. Júj, de szépen! Hát ez nagyon... Hát hallja, ez nagyon... Kézműves. Ez igazi kézműves dolog. Kézműves. Ez, igen, ez nagyon szép. Egyedi. De szépen meg van csinálva. Júj, de szép. Hát gratulálok hozzá. Nagyon. Elhattam vagy század belőle. Na, várjál, már csinálok rólad képet. Várj az enyémmel. Na. Közben az úr mondja, hogy ő ilyen micsoda süvegeket ő készít. Úgyhogy le a kalappal ezelőtt csodás is. Tehát tényleg csoda dolgok. Nincs itt tenni. Ajka, ez meg milyen női, vagy milyen néz? Nem női az. Ismeritek-e? Na. De, szerintem ez. Ott várj.
Borbás Marcsi. Jaj, tényleg. Gasztroangyal. Hát úgy könnyű, tényleg. Aha, szoktuk nézni a műsorát, jókat főz. Igen, itt volt. Ja, tényleg. Ez ott a pincéknél fiam. Na várj, majd lefényképezem, csak ide. Ott kicsit össze van gyűrve. Nem baj az. Na, valamikor nekem is volt egy motorom. Igen? Ó, micsoda motor. Tényleg, ez, jaj. Ez rendőr. Motor volt, aki így, hát gyütt ilyen, delegáció, vagy minek mondja. Aha. Aztán azt kísérte. Micsoda motor? 350-es volt. Hát ugye mi értéket képviselhetne most ez? Mi? Milyen értéket képviselhetne most ez? Hát én vettem 1060 koronai, a fiam meg eladta 20 000-i. Jaj! De van elég rég. Az aztán haszon. Nagyon-nagyon gyönyörű szépek ezek a süvegek. Hallja, jó, gyönyörű szépek. Hajj, tedd már fel. Dehogy nem. Nem azt mondj, majd gyorsan itt lekapsz. Jó nézel ki benne. Hát nem biztos. De biztos. Szépnek, szép csak nekem. Nem biztos. Ja. Nem tudom, amikor csináltam. Aha. Én. Nagyon jó. Ez egy három. Aha. Ez szibériai szobornak a szőre. Szőrme. Igen. Már mikor itt voltak az oroszok, én jártam föl oda, ott dolgoztunk, hordtam föl én teherkocsival arról. Azt akkor ott vettem tőlük. Igen. Na, mindjárt nézé. Tényleg onnan van? Szibériából, no? Szibériából? Tehát ezeket a szőröket? Ezek, nem, ezek ez itt már van. Nem az. Ez nem, ezek ma most. Ez innen van a tartalomban. Ja, ez a... És oda járt fel teherautóval. Ez a milyen foltos. Oda járt fel teherautóval? Persze. De itt van, nem messze, 20 kilométer. Tibi, ez ilyen foltosak? Aha. Olyan több színű. No. Nem, jaj, itt közepén? No. Azt nem látom. Én szerintem a magyar címer van. Azt nem látom. 1 forintos van. Tényleg? Nem látom szemüveg nélkül rendesen. A magyar címer. A címer, no, címer. De 1 forintos. 1 forintosan belett ötletes, tényleg. Tényleg az, aha. Hát sok mindent csináltam. Ötletes, de mondom, nagyon szépek, tényleg nagyon jó, meg vannak, el vannak jó, készítve, meg csinálva. Jaj, nagyon összelett, a kiskutya még rakta. Meg, ja. Nagyon jó. Ez ilyen posztó, vagy ilyen. Posztó, igen. Aha, aha, tudom. Csináltam én sok félit. Jaj, de szépek, nagyon. Nagyon, nagyon. Meg jó, meg vannak csinálva. Nagyon szép. Hát ez tényleg kézműves, ez egyedi. Van, csak ott, ezt mondom, még meg kéne dolgozni, no. Mi? Megnyírni, hogy... De? Formára nyírni. No, szerintem így is nagyon szépen. Most szépen. Meg ezt tetszéreztem. Láttam, hogy mit tetszik nézni, pásztor ételek. Én már kifigyeltem, hogy van. Bográncban, nyáson, kemencében. Ide néz, pásztorok. Tibi. Pásztor ételek. Varjúpörkölt. Ja. Varjúpör. Hát igen, igen, egyébként. Kis varjúpörkölt. Azt igen. Jó, amúgy én szeretem. Nem, hát... Hortobágyon ettem? Kakas. Tökös varjú. Nem, kakas. Az... Topos. Kakas tökös. Korabban? Nem voltam egy gyarmaton. Hát olyan gyarmaton voltam, de ebben a üzletben ott taroltak. Aha. Ott a, még kakas taraja ott is. Tarajával. Ó, az a legjobb. Igen. Nem, most nem vendéglőzünk. Nem vendéglőzünk, úgyhogy magunkkal hozott kaját esszük meg. Úgyhogy ide jövök rögtön a motorral, és akkor vannak itt ilyen padok. És itt elfogyasztjuk. Ez jó is lesz ez a pad. Ez pont nekünk van kitalálva. No. Hát akkor mostani ebédünket. És ebédünket itt fogyasztjuk elenni a... Milyen forrás is ez? Sós. Sós forrás? Aha. Sós forrás. Ha, igen. Itt felvidéken. Nagyon hangulatos a hely. Ha. Igen. Jó, úgyhogy itt vannak a kajáink. De tényleg, itt ez annyira hangulatos, hogy belefutottunk ebbe a helybe. És megmondom őszintén, nekem nagyon bejön ez a kajálás így, sokkal, nekem valahogy sokkal jobb, mint éttermekben, így hangulatosabb nekem. Mert mondta a bácsi, hogy van itt jó kis étterem. Igen, de nem, mert így nekem jó. De nem akarjuk nem, most. Nem, nem. Na jó étvágyat. Húha. Hát. Megettük.
Meg. Meg. Itt kellemes levegő, csend van. Majdnem a fél nyugalom, olyan nyugalom van. Jó levegő. És csend. Otthon hagyunk mindig állandóan az hatalmas nagy... Olyan hatalmas ez nagy... Ez nem ilyen szép helyen vagyunk. Igen. Zaj van, zajterhelés. Itt meg tényleg ez a nyugalom. Hát térképnek is jó. Nagyon szép kép, igen. Felhalapva. És még itt vagyunk. Itt vagyunk, ezen a helyen. Hú, de jól laktam. Háttérképnek is szép. Igen, jó lett. Jó lett, meg jó volt a kaja. Kis szeletelt sonka. Szalonna, hagyma, paradicsom, paprika. Enni nem is kell több. Helyné sem, kajánál sem. Úgyhogy szuper volt. Na, pakolunk, aztán elindulunk valamerre tovább. Igen, majd. 1800-ben, ez föld volt, ezt elhordtak onnan esetleg. Majd csak ez, most a lucernaos van itt még. Igen, mert hogy az ott érdekes, hogy még de meg, hogy ilyen, mintha ilyen lukak lennének hát, ki bele. Tudja. Aha. Ki tudja, hogy mi az. Aha. Ezt mankónak hívják, alítólag, hogy itten kigyógyult, azt mondott el ja. A mankót. Jaj, értem. Hát. Még a verseny, ahol volt ittenél, íjjasz verseny, onnan indult föl itt az erdőnek. Aha. Jöttek vissza. Az mit az... jelent, hogy kupelle? Fürdő. Fürdő? Sósár. Kupelle, sósár. Sósár, azaz. Sósár. Azt mondja, hogy fürdő. Mik azok a lépcsők, beton lépcsők az erdőbe. Aha. Ott az valamikor ott onnan jardok voltak csinálva. Tényleg. Padokkal. Sétányok, ilyen sétáló helye. Hát magasabb voltak a lépcsők csinálva. Olyan sétáló. Hát komoly hely volt ez nagyon. De jó. Hát uram, én nagyon szépen köszönöm magának a felvilágosításokat, információkat. Tényleg nagyon örülök, hogy ilyen magyar emberekkel találkozok itt a felvén. Prince Tibor vagyok. Tényleg örülök, hogy találkoztunk. Megtisztel. És tényleg jó itt találkozni ilyen emberekkel. Nagyon jó. Meg jó, hogy eltetszik ezeket mondani, aki erre jön. Így van. Mert akkor jó. Tudja, hogy... Így van, mert egyébként nem is gondolnánk, hogy milyen... múltja van ennek a helynek itt, tehát tényleg le a kalappal. Nem tetszik mondani, mi nem tudjuk, csak azt látjuk, hogy egy szép hely. Ennyi, majd még visszatérünk, amikor egy jó kis nyársalásra esetleg. Úgyhogy... Nagyon jó. Uh-huh. Igen, tényleg. Nagyon-nagyon jó kis hely. Ja, az. Itt kéne képet csinálni, hogy így vegyek a motorikát. Úgy, de meg csinálok fotót. Csak nem tudom, hogy az előbb vette. Segint fölveszem. Nagyon jó. Aha. Hát ez nagyon jó, de tudom, hogy ezt így még így is lakhatnám. Hát. Na, akkor indulandusz, lódulandusz. Bácsi, meg kameráz minket szerintem, nézd csak ő, meg veszek, lassan mennyi, mert vesz a kamerával. Nézd meg, de cuki! De aranyos volt fölvett. Biztos, hogy megmutatja a fiát. Várjál, leszállok kicsikim. Várjál. Most is vesz minket. Aranyos volt, nagyon. Há, nagyon kis szukika.
kastély van. Mit? Szép kastély van. Aha. Ú, de szép, aha. Nagyon, meg milyen homlokzata van ott fönn. Igen. Meg van valami kiírás is rajta. Ha megnézem, hogy milyen kastély ez itt, mert jó nagy. Igen. Igen. De úgy látszik, hogy felújítják, ki nézd. Aha, olyan, igen. Hála Istennek. Ja. Fölvettem. Igen, mert tényleg szép, meg nagy. Mm-hmm. Hát hatalmas. Csináltuk Gergővel a fotókat, tudod, amikor bedugtuk a fejünket a falukba. Aha, aha. Hangulatos kis utakat, ilyen alsóbrendi út, ugye is tök jó. Én meg a bocikat szeretem. Magyar tartás. A bocikat. Ez hangulatos hely. Nagyon. Ahol a tehenek legelésznek, vagy igen, a marha. Úgy is mondhattád, hogy szereted a marhákat. Igen. Amúgy. Hú, mennyi boci, asta! Sziasztok, boci! Sziasztok! Asta, de aranyosan! Ott egy külön egy kis marha. No.
Igen, megálltunk itt ezen a átvezető úton, az Ólyon felé vezető útról egy ilyen kis tulajdonképpen nagyon-nagyon sokadrendű út visz át Losonc felé, illetve Losonc irányába. Úgyhogy itt kicsit megállunk, Aikának itt vannak a tehenek, kicsit marhák. A marhák, itt vannak a marhák. Most kérdés, hogy itt a legelőn vannak-e a marhák, vagy itt az út szélén? Áll egy marha. Itt az út szélén, ott van motor. Itt is van egy marháné. Itt is van egy marha. Meg marháné. Marháné. Meg egy marha meg marháné. Igen, hát de le, vagy nem, már van dél, mert mennyi az idő már most? 3:45. Elég sok borjú van. Figyelj téged! Hát az éppen szarik ránk. Hát igen. Ja, de sok kis borjú van, nagyon ott de is az is egész. Azok mi állnak középen? Azok a bikák? Nincs bika közte. Nincs bika? Nincs. Mi az, hogy az mind tehén? Igen. Ezek jaj, tehenek, meg borjak. Hát lehet, hogy bika borjú van, de felnőtt, kiivadérött bika nincs közte. Ezek ilyen fejős tehenek lehetnek, vagy nem tudom. Mert a borjú meg ugyanakkor ugye elszopja a tejet, tehát nem tudja. Na mindegy. Na. Úgyhogy pihenünk itt egy kicsit, pihízünk. Megnézzük a bocikat, ahogy Ági mondja, a marhákat. Akkor... Hallod, most megnézem a marhát, belenézek a tükörbe. Tessék, nyugtázta is. Na, egyébként nagyon elment az időnk ott abban a kis forrásnál. Nagyon jó hely volt, elméletileg 110 kilométert jöttünk eddig. Az egyébként olyan 60 kilométerre volt nagyjából, ha jól emlékszem, 57 valahogy így Csangotarjántól. Tehát nem volt messze, és akkor most még ide 58 kilométer körül van Losonc. És onnan 25 kb. Csangotarján, úgyhogy nagyjából egy 80 kilométerre vagyunk, 85. Csangotarjántól, sajnos itt a kékkő után, tehát a kékkői vártól ott egy jó pár kilométeren keresztül vizes volt az aszfalt, előttünk valószínűleg esett az eső egy kis területen, úgyhogy a motor az már éppen piszkos is lett tőle, valahogy gyönyörűen letakarítottam, csilli-villi volt, most megint elég is volt, egy kis nedves útfelülete, és már is volt, koszos lett, úgyhogy takarítom megint, nem baj, letakarítjuk. Takarítom pontosabban én, úgyhogy valahol egyet kéne összenteni. Egyébként ez úgy látom, hogy új aszfalt, tehát maradjon is így, egy kiváló minőségű. Azért is van itt kicsit nagyobb forgalom szerintem, mint ami egyébként volt eddig. Úgyhogy... Aha, azt mondom, hogy szerintem, mert tökéletes az aszfalt, biztos nemrég csinálták meg, és akkor ezért. Akkor kis pihenő. Marha nézés. Megvan. És akkor megyünk tovább. Nem marha, boci. Igen. Akkor boci nézés. Na, akkor erre ezen a tökéletes aszfalton remélem én is marad. Szeretem ezeket a nagyon alsóbrendű, jó minőségű aszfalttal rendelkező kis utakat itt a felvidéken. Mert szép helyeken lesznek. Na, gyerünk, hajrá! Ja. Sziasztok, bocik! Sok kicsi boci van.
És mind tarka. Tarka, barka, barka. Az a fajtáján ki magyar tarkák ezek. Magyar tarka? Jaj, de aranyosak. Not a kesztyűd? Nagyon sok kicsi van. Nagyon-nagyon sok kicsi van. Magyar tarka! Itt egy magyar tarka. Magyar marha. Magyar marha tarka. Magyar tarka. Tarka marka. Marha. Tarka marha. Ott is van egy magányos. Az a bika lehet. Egy magányos bika. Sziasztok, kocikák! Sziasztok! Sziasztok! Jaj, de aranyosak! Nagyapámnak is volt, és azért vonzódom a bocikhoz, mert a gyerekkoromat idézi. Azt néztem én is, hogy az a szürke mi? Megállt a vadisztó a lovakkal? Hát az úgy nézett ki, Tibi. Várj, állj meg az út szélén itt jobbra. Várj, veszem. Így beállni. Hát látom, mert az út szélsten nem lehet. Lopakodok. Az a paci. Ott van egy vaddisznó. Ott van egy vaddisznó. Van. Tényleg. Az tényleg volt disznó. Tibi. Azta. Ez tényleg volt disznó. De nézd, milyen szép. Egy fehér ló, egy barna ló, egy fekete-fehér, és egy vaddisznó. Hát beszarok. Legel a pacikkal a vaddisznó. Hát betoljok komolyan. Én is azt néztem a motorról, hogy mi az a szürke. És nézzük, milyen békésen ott legelészik vele. Hát betoljok. Hát ez nagyon nagy. Hát nézd már, még összevesznek a füvön. Hát ez nagyon nagy, komolyan mondom. Együtt legelészik a vaddisznó a lovakkal. Hát, jó, ide figyelt, elmegy, nem megy el. Ott van teljesen a lovak között, mint meg a lóvában. Ha milyen jó érzi magát velük. Haverja. Ez a haverja. Ja, jó el van. Én is azt hiszem, hogy ez a kis szürke. Várjál, most kifigyelt, Tibi, szagol. Fölfigyelt rád. Mm-hmm.
hogy megszokta az embert. Ott van. Itt van tényleg egy vaddisznó. Szelíd. Ez meg van szelídülve. Ott van. És hogy el van a lovakkal? Még jó húsban van mondjuk. Jó él. Jó él a vaddisznó itt. Nem is vaddisznó. Hát ez ma megszokta az embert, olyan kövér alig bír menni. Nézd, ez jön ide. Aha. Biztos várja, hogy valami kaját adjunk neki. Jaj, még ilyen közel nem is láttam. Gyere ide, pusika. Hát ez teljesen ide jött. Szia! Szia, disznó! Hát nincs nálunk semmi kaja, nem tudunk adni. Jó, én még így nem is látom. Jó, jó. De jó pofa. Az ide jön egészen. Pipi, nézve. Kis üldő? Nem, ez egy koca. Jó, én még így nem is látom. Valóban én még egy élőben nem is láttam vaddisznót. Csak nincsenek neki malacai. Szia! Ahó! Hát nincs nálunk semmi kaja, úgyhogy nem tudunk adni. Te nagyon szelíd vagy. Az. Jaj, de nézd el, hogy figyel! De szép! Akkor. Jöttünk itt megint ezen a kis úton, Aikával. Nézelődve. Hogy mi, hol, mert hát szegény disznó most nem kap semmit, mert nincs nálunk semmi kaja, amit oda tudnánk adni, pedig szerintem azért jött ide, hogy... Mi? Van még rossz kenyered? Hát, van még, de hát most ki kellene kotorni a dobozból. Meg most... Na mindegy, úgyhogy nem tudtunk neki adni, de szerintem azért jött ide. Turkál, nézd már, turkál. Hát igen, a disznó az szokott turkálni. Hát úgy. Na, gyere, Aika. Megyek, várjál. Vallagjunk, megnéztük. Jó húsban van ez a vaddisznó. Ez teljesen szelíd. Igen, megvan, megszokta az embereket. Várta is a kaját. De hát... Na, jó, ugye andalogva szépen nézelődve itt megyünk ezen a tényleg tökéletes aszfalton. Itt a motor, gyorsan félreálltunk, és megfordultunk itt följebb. Egy kiszúrtam ezt a szürke foltot itt a lovak lábánál. Úgyhogy ezt gyorsan megnéztük. És most hát megyünk tovább. Megy vissza a haverokhoz. Aha, megy vissza a haverokhoz, megy vissza a pacikhoz. Megy vissza. Ott is vannak pacik följebb. Thank you.
Ó, milyen kilátás! Oda néz jobb oldalra! Azt, igen, igen. Ez itt egy vadaspark, és ott vannak a szarvasok, hogy ez egy vadaskert itt amúgy. Aha, jó van. Hát, jó. Itt nem lát semmit. Most úgy sem látsz odáig. De... El is menne. Hát el, hát nem fogja megvárni. Milyen lenne? Leszállja? De várj! Tibi, leszállok, mert itt szar az út. Jaj! Elmenne. Hát persze, hogy elmennek, hát nem gondoltad, hogy... Ez egy vadaskert itt amúgy, a kerítésről ismertem meg, még egyszer jöttem már erre. Gyere, hűj fel! Most azt hitted, hogy azok ott állnak addig? Nem tudom, nem. Nem, hogy annyira vadak. Te mondtad, hogy erre jóval hosszabb, mondom, hogy a picsába hosszabb jóval, hát közelebb vagyunk. Csinálok egy fotó. Nem baj, hogy szembe vagyunk? Nem. Jó, de milyen messze el látni. No, 100.
gyönyörű. Igen, az a gyönyörű. Ott, ha a másik úton megyünk, ott van az a felüljáró, meg az a pályaszintű út, akkor ott jöttünk volna arra, szerintem. De fantasztikus a kilátás itt. Mm-hmm. Érdemes volt megállni. Itt meg tök jó aszfalt van. Nagyon jó. Jó pontok, jó helyen.
Livinyre vagy. Meghívsz egy pizzára? Meghívsz egy pizzára? Nem tudlak. Nem tudlak. Különleges templom. Az olyan, mint Medjugorjéba, kettő tornyú. Mint összement volt, mint a kibocsták. Két tornyú, igen, olyan. Most már tudjuk, Bosziába is ilyen. Medjugorjéba, de amúgy tényleg, mintha kicsit összement volna. Igen. Igen. Itt a pizzéria. És kész. Haladunk hazafelé, ezeket a kisebb alsóbb rendű utakat választottam hazaúton, de megértem, mert tényleg nagyon-nagyon szép helyeken jön, és sok helyen vadonatúj aszfalt van. Aztán itt vagyunk, most megálltunk Divinybe a kedvenc. Hát ketten együnk meg akkor egyet. Kedvenc helyünkön, itt a pizzéria, és akkor itt ennél a fagyisnál vagyunk, meg hat, mennyi azt mondja, hogy 6 óra múlt 5 perccel. Na, hát akkor megszületett a döntés. Itt vagyunk a kedvenc helyünkön, Divinybe, a pizzériába. Nem tudtunk úgy, ha már erre hozott az utunk végül is, itt kötöttünk ki. Úgyhogy nem tudtunk úgy elmenni csak a településről, hogy ne együnk egy pizzát. Úgyhogy most ez fog következni. Ott a motor. Kastély, a Balassa kastély, de még abban nem voltam. Pedig tervezem, hogy egyszer mindenképp megnézem, és hogy videót is majd teszek róla fel. Csak olyan. És ott a vár, ugye, amit már egy korábbi videóban bemutattam. Ági le van nyűgözve a muskátliktól, tényleg nagyon szépek ezek a muskátlik. Le a kalappal. Úgyhogy... Bár még nem vagyunk éhesek, az az igazság. De annyira, tényleg annyira hangulatosan megvan csinálva ennek a kis falunak a tere, azzal a templommal, a dupla tornyos várfallal körülvett templommal. Meg itt ugye tényleg itt a vár, a várkastély, kis település, egy csomó emlékkel. Na. És itt a kedvenc szószunk, a Janival a kedvenc szószunk. Sajnos nincs itt, de majd hát, ha még az élet úgy hozza. A muskátli. Gyönyörű. Tényleg szépek ezek a muskátlik. Ezen ilyen csodás felvétel lesz? Igen. Nagyon csodás lesz. A muskátlis, de nézd, a blokon... De nem az, nézd, így tipi-tipi látom. Aha, igen. És ha innen nézel, még szebb? Igen. Igen? Még szebb. Látod? Látom. Kamera is látja. Nagyon jó lesz. Kompozíció. Hát, azt gondolom, hogy összességében tényleg egy jó nap volt. Azért mondom múlt idő, mert szerintem itt Divinybe most a videót itt fejezzük be. Itt már sokszor voltunk, és hazaúton igazából már újdonságot nem tudunk videóra rögzíteni, úgyhogy
ugyanazon az útvonalon megyünk, illetve már elkészült az autópálya kis szakasza itt a kifelé Divinyből, Losonc irányába. Úgyhogy gyorsan fogunk ott haladni. Úgyhogy összességében ugye dél körül, 12 óra körül indultunk, ahogy, vagy fél 12, nem is tudom, valahogy így. Mindig el spekuláljuk, el pihengetjük az időt így szombat délelőtt, aztán dél körülre érünk olyan stádiumba, hogy elindulunk a motorral valamerre. Most is úgy volt. Teljesen céltalanul indultunk el. Hát nem, hát úgy mondanám igazából, hogy kinéztünk egy útvonalat. Hát nem néztem ki, csak nagyjából egy területet, amerre elindulunk, amit megcélozunk. És hát útba ejtettük Rárós pusztát, Rárósi szabadidőparkot, vagy pihenőparknak nevezett helyet. Megnéztük, majd kamerán, vagy a videót látni fogjátok. Az is spontán megálló volt, visszafordultunk, aztán később ugye átjöttünk a Felvidékre, és nem messze mint eszembe az a település megint. Azon nevetek, hogy Annácska írt a közül. Hogy mindig ott tartottam, hogy mai napunk végül is tényleg ilyen ad-hoc jelleggel spontán indultunk Felvidékre, és a Zséj település előtt volt ez a sós fürdő, vagy sós forrás, vagy sóforrás, vagy valami ilyesmi pihenőhely, ahol megálltunk, és jól egyfidőztünk, mert kellemes volt a hely. Egy igazi magyar ember sok emléket tudott felidézni a helyjel kapcsolatosan, úgyhogy aztán ott kicsit meg is héheztünk, és elfogyasztottuk a magunk hozott kaját, és akkor onnan úgy gondoltam, hogy tovább megyünk Kékő, illetve Nagykürtös Kékő. Itt a Kékői vár alatt viszel az út, az eléggé jó vonalvezetésű, szép helyeken megy, és akkor arról letérve jobbra indultunk el egy kisebb, sokadrendű úton, nem tökéletes új aszfalt volt rajta. És erre szépen ellavíroztunk nagyon jó látványos utakon, illetve jó látványpontokat biztosító utakon, és elérkeztünk Divinybhez. Úgyhogy pillanatilag itt tartunk. Ebben az évben tényleg még motorral nem is voltunk itt ebben az évben. Bábel Zoli barátomékkal voltunk itt. Igen. De még a motoros, egészségetekre, Zoli. Motoros szezon kezdete környékén autóval. Úgyhogy akkor innen üzenjük egy kedves egészségetekre, hogy Ájka mondja, Zolikám. Majd egyszer még visszatérünk valószínű. Úgyhogy várjuk a megrendelt pizzát. Na, megkaptuk a pizzánkat, most mivel még nem vagyunk annyira éhesek, ezért egy ne pizzát. Ne adjak egy szeletet neked, de adok. Egy nyugodtan állj. De egyet adok neked. Egy pizzát vettünk, kétfelé vágottuk. Adok neked akkor, egyet, jó? És akkor így lesz. Nekem elég három. Hát ahogy gondolod, nekem mindegy. Nekem is elég, mert nem vagyunk annyira, nem vagyok én is annyira éhes, mint. Mert te gyára, mondom, mert tudod, erre bekapcsolom a tévét, és megláttam abban a pillanatban, jött van fönn az új film, hát mi úgy bekörültjük, azt nézzük most. Na, helyes. Mikor meg volt az ilyetve, mondom, három napja a Tiborkáik el vannak tűnve, se írás, se most, se semmi. Nem, én már akartam, csak én meg elkezdtem melózni a főhelyemen is, majd üzenek, vagy hangüzibe, vagy majd, tudod. Nekem meg tudod, Józsi, úgy van, hogy annyi sok időt elvesz ez a videószerkesztés, tudod, hogy délután, mikor hazaértem, akkor mindig melóba, akkor elkezdtem, és akkor ilyen 10-ig, fél 11-ig csináltam, tudod, hogy mondom, hétvégére valahogy kész legyen, azt olyankor én, tudod, kizökkenek a világból igazából, mert úgy elmegy 4-5 óra hossza, hogy észre se veszem. Hát fél 11-ig csinálta. Uh-huh. De most a Felvidéken vagy, csak még egyszer, pontosan? Igen, Divinybe. Mikor értek haza? Hát innen már most
húzzunk haza, mert kb. 45 perc még hazaérünk. Aha. Te, ja, jó. De... Vigyázzatok azokban. Vigyázzunk. Akkor nincs semmi baj, ugye, mert ma az ittuk már mehet. Nem, már én is mondom, nem. Akartam üzenni, mert én meg elkezdtem, mondom, az új melóhelyet. És milyen az, jó? Jó, jó, majd elmondom. Hát 6-kor kelek, 7-kor kezdek. De jó. Ráértek azt otthon, majd nyugodtan tudunk beszélni, jó. Nem motorozásunk, akkor ma beszélünk. Jó, 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 jó. Oké, okay, puszika. Sziasztok. 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 Puszi, puszi. Szia, halló, halló. Sziasztok, puszi. Milyen a pizza? Nagyon jó. Itt valahogy annyira, én nem tudom, de nekem annyira jó itt a pizza. Ha nem vagy éhes, akkor is megeszed. Akkor is, mert annyira jó a tésztája, a feltét. Pedig most én nem voltam éhes. Minden, hogy én nekem nem tettek róla, nekem annyira bejön ez a pizza, hogy jó ízlések és pofonok biztos, de nekem ez mindent visz. Tehát ennél jobb pizzát én még. Mm. Beleszámítva Olaszországot is, ahol voltunk már több helyen. Én nekem ez mindent visz. Nekem is. Úgyhogy az a legfinomabb pizza. Aha. Akkor együnk tovább. Na, akkor kifizettem a számlát. Az egy pohár sör, az egy pohár szóda. És egy nagy pizza. Volt összesen 8-20 euró. Úgyhogy egészen jó áron van itt a világ legfinomabb pizzája szerintem. Úgyhogy akkor végül is nekem elég volt. Kaja jó esett. És jó. A muskátlik. Szépek a muskátlik, tényleg szépek, meg ez a kis tér is, amit az előbb mondtam, tényleg hangulatos, úgyhogy hát, meg volt az első motoros pizzázásunk itt Divénybe, meg hát akkor lobogjon a magyar zászló, meg az erdélyi, meg az erdélyi, magyar, így van. És akkor, ahogy fenn a teraszon mondtam a kaja közbe, hogy a mai napi videónkat itt fejezzük be, elköszönünk Rajkával. Nagyon-nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki elkísért a mai túránkon is. Ennyi volt, szép helyeken jártunk, jó helyeken voltunk. Úgyhogy húzunk haza most már. Azon az útvonalon már sokat jártunk, úgyhogy nem videózunk. Találkozunk, lehet, hogy holnap egy kicsit fordulunk megint egyet, nem túl nagy távolságra. Úgyhogy találkozunk. Köszönöm. Ja, és lényeges. Köszönöm szépen mindenkinek, aki feliratkozott, aki felfog lájkokat. És természetesen még egyszer, akivel elkísért futunkon. Köszönjük szépen! Sziasztok! Sziasztok!